Las Vegasról a többségnek elsősorban a csillogás, a kaszinók, a boxmeccsek és a részegen kötött házasságok jutnak eszébe, pedig a szervezett bűnözéssel nagyon mélyen összenőtt városnak is megvannak a maga démonai. A Sin City-nek is hívott nevadai városban alig laknak többen 600 ezernél, mégis a világ első számú szórakoztatóipari központjává nőtte ki magát azután, hogy a legendás gangster Bugsy Siegel 1946-ban megnyitotta a Flamingo Hotelt. Mindazonáltal a fényjátékok és nyerőgép tenger mellett Las Vegas otthont ad a társadalom legalsóbb rétegeinek is. Egy szerencsejátékra épített városban pedig jóval nagyobb azok száma, akiket a hihetetlen bal szerencse vagy épp egy adósság taszít az utcákra. A városban a legfrissebb becslések szerint több mint 5000 hajléktalan él, és csak azután kezdtek el jobban odafigyelni ezekre az emberekre, hogy néhány évvel ezelőtt többüket is megölték vagy megtámadták. November 30-ai éjjelén egy hajléktalan aludt Las Vegas egyik belvárosi parkolójában, amikor a sötétből egyszer csak egy kapusznis idegen lépett oda hozzá, majd minden előzmény és provokáció nélkül elkezdte verni a fejét egy kalapáccsal. Az áldozat végül szerencsésen túlélte a támadást, azonban a rendőrségnek nem sok információt tudott adni. A hatóságok sok mindenre gondoltak, talán egy másik hajléktalan, egy banda, esetleg részek fiatalok tehették az egészet. Történt aztán, hogy 2017. január 4-én egy másik hajléktalan, David Adelby szintén a belvárosban aludt, amikor ismét felbukkant a rejtélyes támadó. A kapusznis illető rá is kalapáccsal támadt, teljes erővel ütötte a fejét, sajnálatos módon a férfi nem is élte túl. A rendőrségnek itt már kezdett gyanús lenni, hogy az első eset nem egyszerű volt, David Adelby meggyilkolása pedig csak egy epizód lehetett további hasonló bűncselekmények előtt. Egy hónappal később igazuk is lett. Akkor ugyanis a 60 éves David Dunt verték halálra egy kalapáccsal, aki szintén hajléktalan volt. Mind a három támadás a Grand Central út közelében történt, és mindegyik áldozatra vastagon betakarózva találtak rá, ugyanis odakint 0 és 4 fok között volt a hőmérséklet. A tragédia mellett az frusztrálta leginkább a nyomozókat, hogy bár egy támadás és két gyilkosság is történt a világ egyik legkivilágítottabb városában, egyetlen árvanyomot sem találtak, ami előre vitte volna az ügyet. Emiatt végül úgy döntöttek, hogy egy szokatlan módszerhez nyúlnak, és konkrétan kifektettek egy hajléktalannak álcázott próbababát egy olyan kereszteződéshez, amire tisztán rálátott egy biztonsági kamera. A babát takarókkal fették le, hogy ne tűnjön fel senkinek, hogy csak egy átverés az egész. A helyszínt közben megfigyelés alá is vették, hát ha arra jár a gyilkos. Kevés esély volt, hogy bejön a dolog, de a rendőröknek végül szerencséjük lett. 2017. február 22-én hajnali 3 óra körül egy sötét ruhás alak közelítette meg a csapdát. Alaposan körbenézett, hogy látja-e valaki, majd hirtelen rátámadta babára a jobb kezében tartott kalapáccsal, ám a második csapás után észrevette, hogy az nem egy hajléktalan, így fogta magát és elsétált onnan. Ekkor azonban a rendőrök már úton voltak, alig pár méterre a támadás helyétől pedig meg is állították, körbevették és földre kényszerítették. Az elkövető pedig nem más volt, mint a 30 éves Shane Schindler. A kihallgatásán kiderült, hogy egy sor mentális problémával diagnosztizálták korábban, egyebek mellett skizofréniával és bipoláris zavarral is, ám gyógyszerei szedését már korábban elhagyta. Ugyanakkor a hatóságok gondban voltak, mivel nem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy ő ölte volna meg a két hajléktalant. Ráadásul azt állította, hogy az utolsó támadásánál tudta, hogy egy babára készül lesújtani, és ő csak úgy arra sétálgatott. Azt is mondta, hogy látta, hogy nem mozog és nem lélegzik a baba, ezért viccesnek találta belerúgni egyet.
Annak ellenére mondta ezt, hogy ilyen egyébként nem látszik a kamerafelvételeken. Egyedül annyi volt a kezükben, hogy találtak Schindler telefonján egy szelfit arról a környékről és abból az időpontból, amikor az első sikertelen támadását végrehajtotta 2016 novemberében. Végül alkut kötöttek, és a gyilkosságok miatt nem emeltek vádat ellene, csak az emberölési kísérlet miatt. Arra ugyanis nem tudott válaszolni, hogy mi van, ha mégsem egy baba, hanem egy élő ember fekszik a takarók alatt. A férfit 2017. augusztus 24-én börtönre ítélték, ahonnan legkorábban 8 év után szabadulhat, büntetését egy nevadai állami börtönben kell leülnie. Ugyanezen a napon az egyik áldozat, David Edelby hozzátartozói és sok együttérző fehér rufikat engedett szabadon megemlékezés gyanánt. A 46 éves férfi 4 hónapja került az utcára, ám ez alatt végig tartotta a kapcsolatot a családtagjaival. Más kérdés, hogyha voltak rokonai, akkor azok miért nem segítettek neki? Mert az utólagos lufi eregetés már nem sokat számított. Olyannyira nem, hogy a férfi január elejé haláláról is csak 20 nappal később értesültek. A fedél nélküliek társadalmi helyzetét pedig az is jól kifejezte, hogy egy másik ottani 60 éves hajléktalan azt nyilatkozta a tárgyalás után, hogy őszintén meglepte, hogy a hatóságok ennyi erőforrást fektettek két olyan ember halálába, akik az utcán éltek. Azt is mondta, hogy szerinte sokan még csak embernek sem tartják őket. Nem érdekli a tömegeket, hogy ők élnek-e vagy meghalnak.